Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a Szirbik Miklós Egyesület versenyzésre hívta azokat a magyar irodalom és történelem iránt érdeklődő diákokat, akik valamely makói középiskolában folytatják tanulmányaikat. A szervezet számára kiemelkedően fontos a helyi értékek megőrzése, köztük azok az események is, melyek egykoron jelentős szerepet játszottak Makó történetében. Innen jött az ötlet, hogy az ifjúságot is megmozgassák annak érdekében, hogy az 56-os történéseket felelevenítsék, ezúton írásos formában. Lehetett novellát a szépirodalmi változatban beadni, illetőleg egy riport változatban is vártuk a pályaműveket, így most tudunk egy szépirodalmi díjat kiosztani és egy riport témában is egy díjat kiosztani. Az egyik elismerést a József Attila gimnázium tanulója, Sípos Maja Flóra kapta. A diáklány pálya munkájában Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgatóval való beszélgetését dolgozta fel. A zsűri emellett Tasi Renáta Utolsó levél című novelláját értékelte a legjobbnak. Egy fiúról szól, aki a gimnáziumban tanult, és az ő életét dolgozza így fel, és a körülötte történő, ekkor játszódó eseményeket írja le. Renátának nem ez az első irodalmi próbálkozása. Eddig főleg verseket írt. Habár rendészeti szakon tanul, a későbbiekben is szeretne a szép irodalommal foglalkozni. A két győztes pályamunka a Szirbik Miklós Egyesület hivatalos weboldalán bárki számára megtekinthető.